Karácsony ünnepe maga a csoda, de várakozás nélkül ez a csoda sem tudná a legszebb arcát megmutatni. A készülődés a vágyakozás teszi azzá. Az év legnagyobb ünnepét megelőző adventi 4 hét a csodavárás ideje. Ezzel a gondolattal kezdte köszöntőjét advent második vasárnapján Szántó Zoltán. Paks alpolgármestere az Atomtéren mondta el ünnepi gondolatait december 10-én. Mint fogalmazott, karácsony közelettével fontos, hogy a mindennapokban bekövetkezzen egy kis lelassulás. Ha rohanás helyett családunkra és önmagunkra koncentrálunk, akkor sok örömben lehet részünk. Ezért arra kérem önöket, álljanak meg egy pillanatra a rohanó világban, mélyedjenek el önmagukban, és fedezzék fel az advent igazi jelentését. Élvezzék ki a készülődés szépségeit, ne engedjék, hogy megkopjon ennek a 4 hétnek a varázsa. A megváltó születésének ünnepén túl előkészíti lelkünket szeretteink mosolyára, a finom falatokra, a karácsonyfa csillagszóróinak ragyogására. Emellett készítsünk számvetést az idei évről. Idézzük fel a legszebb pillanatokat, és minden szépséget, jóságot raktározzunk el a lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező új évnapjaira is. A köszöntőt követően Paks alpolgármestere gyújtotta meg a városi adventi koszorú második gyertyáját, amelynek színe lila és a messiás eljöveteléhez fűződő reményt jelképezi. Advent második vasárnapján sem maradtak színpadi műsor nélkül a látogatók, az Atomtéren Kovácsovics Fruzsina fellépését a gyerekek a színpadon test közelből élvezhették. A Paksi Advent programsorozat a következő hétvégén folytatódik, december 15-én a Sisa Café, december 16-án Kovács Aliz, december 17-én pedig többek között Gáspár Laci is koncertezik az Atomtéren.